Negyedik fejezet, a próza. Vígan folyt így az élet egy darabig. Dicsőség, népszerűség környezte Zrínyéket. A lelkesedés száz és száz alakban nyilvánult. Sehol egy disszonáns hang. Csupán a Tudományos Akadémiában, mely mindig ügyesen találja el, miben helyezkedhetik ellentétbe a közérzésekkel, volt demonstráló felolvasás a történelmi osztályban. Dr. Pauler Gyula ugyanis kifejtette egy szakszerű értekezésben, hogy magához a föltámadás tényéhez, mint ilyenhez, nem foglalkozván teológiai tanulmányokkal hozzá nem szólhat, s így ama laikusokra nézve, akik nem szorosan vett történelmi személyek, mint például Radován Diák, Bajony János, Istvánfi Pál, Bosnyák Márton, Basa Péter, Mátyás György, stb. Nem vonja kétségbe a föltámadás lehetőségét. Zerinvári Zrínyi Miklósra nézve kettőt határozottan konstatál. Hogy Zrínyi Miklós voltaképpen nem is gróf, mert csak kómesz, és a kómesz nem volt örökölhető méltóság, tehát most a grófi titulus egyáltalában meg nem illeti, ja, bizony sokat le fog vonni Magyarországon értékéből. B. Hogy Zrínyi Miklós tényleg Szigetvárot esett el, és hűlt maradványai ott lettek eltakarítva a többi elesettek testeivel, de fejét ugyanakkor levágták, és Szokoli Mohamed elküldte azt Budára, az öcsének, Szokolovics Musztafának, hol az egyéb iránt mélyen tisztelt fej több napig volt kitéve a közszemlére a hitetlen gyaurok elrettentéséül. Szokolovics Musztafa elküldte a fejet gróf Salm Eckhardnak, a Miksa császár fővezérének. Ez azt megint átadta Batthyány Boldizsárnak, aki a vándorló fejet elvivé végezetül Csáktornyára, és ott a Szent Ilona klastromba eltemeti elhalt leányai és első neje Frangepán Katalin mellé. Világos tehát ebből, hogyha lett volna is feltámadás Szigetváron, a csáktornyai koponya, merről különben, ha nem csalódik, tudnék, a dr. Pauler nem csalódik, dr. Török Aurél méreteket is vett föl annak idején, nem röpülhetett át a Szigetvárot porlazozó testtörzshöz. Ilyen fizikai lehetetlenségről a Bibliában sincs említés. Dr. Pauler Gyulának tehát sikerült kompromitálnia ezt a másik Zrínyit is, de szerencse a haladó karaván útját nem sok szem figyeli. Az értekezés meglehetős nyomtalanul csúszott el a feltámadás nélküli öröklétbe. Zrínyinek nem ártott sokat. Mindamellett halványodni kezdtek a szép napok. Ők is megunták már a sok ünnepeltetést, és úgy látszik, az ünneplők is elmaradoztak. Érezték mindnyájan, hogy ez nem tarthat sokáig így. Valami után kell nézni. Különösen az Zrínyi alsóbrendű vitézein látszott meg erősen a kedvetlenség, sőt, annak immár hangot is adtak egymás közt. Háború nincsen, ha mit csináljunk itt? Hát henyélni nem rossz dolog, de miből fog az úrunk fizetni? Némelyiket a honvágy lepte meg. Szerették volna a szülőhelyüket látni, esetleg maradékaikat. Ez Tolnába, amaz Borsodba készült. Mások ellenben már néhány nap alatt elsodródtak. Csáki elutazott a Szepességbe az utódaihoz. Szecsődi Vas megyébe ment rokonokat keresni. Az alsóbb rendűek közül Nagy Kristóf vitéz megismerkedett egy özvegy Szatócs néval, és hát szóból szó lett, sok szóból szerelem lett. Egy nap csak odállott a pudli mellé Szatócsnak, és mérte a gyömbért meg a narancshéjat. Komádi Mihály szép szakálla miatt az Entreprise de Pompe Funèbre szerződtette.
Laskai Gerson pedig rávette egy főpincér, hogy nyissanak együtt egy kis kocsmát a Terézia külvárosban. Már festik is a címtáblát a valóságos Zrínyi huszárhoz. Hát szóval az élet nagy varga. Kezdte őket átdolgozni, kicserzeni, megfinomítani, átfesteni az uralkodó ízlés szerint. Magát, Zrínyit is egyre sűrűbben elővették a jövő aggodalmai. Szorongva látta, hogy társai elmaradoznak mellőle. Na, hiszen persze nem járatnak örökösen vendégségekbe, és egyszer a vendégségek is megszűnnek, hát mi lesz majd akkor? Ugyanilyen gondok nyomták a kormányt. Érezte, hogy illik is, kell is valamit tenni, a haza adósuk nekik, és a közvélemény szívesen veszi, ha a kormány törleszt. Azon felül rendészeti és más szempontokból is célirányos, hogy a Zrínyi féle kis sereg önmagától feloszoljék. De erre nézve pénzzel kell őket ellátni. Hadd mehessenek aztán szét ki jobbra, ki balra. A magas kormány gondja elvégre nem nagy gond, hiszen csak arról van szó, hogy melyik alakjában lépjen ki a jó, osztogató állambácsi. Hát lépjen ki a Handlé alakjában. Ebben nagy. Mivel hogy az állam is néha Handlé, sőt valóságos mamut Handlé. Megvesz drága pénzen mindenféle ócska holmit. Hasznavehetetlen embert, limlomot, vasat, encsebencsét. Egy grófnak a mázos agyakkorsóit vette meg, egy másik grófnak az összeszedett rozsdás csorba népfelkelő kasszáit, elsárgult kiáltványokat, képecskéket, egy nagyember fiától megvette az apjok közzététerre nem alkalmas írományait. Hát miért ne vehetné most meg Zrínyiéktől a ruháikat, fegyvereiket, alapítván egy magyar reneszánsz múzeumot? Igen, egy magyar reneszánsz múzeum. Ez jó cím, és jó ötlet, mert három dolgot lehet vele elérni. Először lesz egy új, érdekes múzeumunk valódi tárgyakkal, másodszor segít vele Zrínyiéken, legalább egyelőre, és harmadszor az új múzeumba el lehet helyezni egy kiszolgált Strébert igazgatónak. Hanem ezt a tervet gyöngéden és tapintatosan kell Zrínyivel közölni, hogy megsértődve ne legyen. Úgy kell előadni, hogy a haza kívánja tőlük azt az áldozatot. Úgy is lett. Zrínyi beleegyezett, sőt, mint mondá, örül neki, mert legalább levetik vitézei a hadba való ruhát, mely igen nevetséges és nehéz, most béke idején, némelyikük pláne páncélt viselt. De különben is alkalmatlan öltözet, mert ahol egyet láttak az újkori magyarok, utána szaladnak a nyavajások. A Magyar Reneszánsz Múzeum tehát teljes megvalósulásához közelgett. A lapok is közölték most már a bevégzett tényt, megdicsérve Vlasicsot, aki az eszmét adta, és Zrínyit, aki a ruhákat adja. Midőn egy éjjel Zrínyi a szállodája felé menvén néhány társával egy boltajtó kőgrádicsán lenger rongyokba öltözött leánykát pillantott meg. A szegény kicsike mélyen aludt, messzire hallatszott jóízű szuszogása. Az egyik sovány kezecskéje vánkosul volt a feje alátéve, a másik kinyújtva és kinyitva. Abban a helyzetben aludt, amint volt este felé. Morpheus is részrehajló. A szegényeknek ő is rosszabb álmot mér. Egy gyermeknél a lélek pihent, és a test még mindig dolgozott, mert a kéz az még most is koldult. Hűs tavaszi éj volt. A Duna felől csípő szél rezegtette a lámpákban a lángnyelveket. Nézd meg csak, Gáspár, nem beteg az a gyermek, mondta Zrínyi. Alapi odament. Volt egy pakli svéd gyufája, roppant tetszettek neki ezek az ördöngős kis pálcikát, örült, mint a gyerek, ha egyet meggyújthatott. Szép arcú lányka, nincs ennek semmi baja, Miklós bátyám, csak fáradt.
Zényi közellépett, nézte, és elgondolta, hogy az ő kis Klálája is ilyen volt, esténként kifáradva a futkosásban, ott aludt el, ahol leült. Szegény kis jószág, hát reggelig megveszi a hideg. És ezzel egyet gondolt, lekanyarította bíbor mentéjét a válláról, és betakarta vele a gyermeket. Zerinvár és Csáktornya hatalmas urának eszébe se jutott most, hogy a ruhás házában nem száz számra lógnak a menték, köpenyek és kacagányok, és hogy holnap már nem lesz mit fölvennie. És még kevésbé gondolhatott arra, hogy a lapokban baj lesz ebből, mert regisztrálván az érdekes hírt, hozzáteszik maró megjegyzésekkel, hogy immár a Reneszánsz Múzeum egyik legértékesebb darabja oda van. Ám a Radován diák hamuszürke köntöse miatt alig, ha érdemes felállítani. A kormányt igen elkedvetleníté Zrinyinek ez a könnyedvérű cselekedete. Jaj, ilyen emberrel bajos valamit kezdeni. Tehát mégsem lehetett már abba hagyni. És intézkedés történt, hogy a rendőrség kerítse elő a mentét, ha a föld alatt volna is. B.I. kapitánynak jutott a feladat. Legott átadta a mente leírását a detektívjeinek, akik fölkutatva a fővárosi zálogházakat, 6 aranyskófiumos bíbor mentét hoztak össze másnap, mindenik azzal az állítással, hogy ez a Zrínyi mentéje. B.I. kapitánya homlokát verte dühében. Már most mit tudjam én, melyik volt? Milyen ostobaság tőlem, hogy nem fotografíroztattam le előre? Nagy nehezen mégis felismerték a mentét, és a Reneszánsz Múzeum megvalósult. A szigetvári hősök egyenként csinos összeghez jutottak, és az európai viselettel, melyet csúfnak találtak eleinte, mind jobban megbarátkozván, csupa lút között maga az ember is gágogni kezd, kevés kivétellel elfogadták a francia bugyogót, a gérokkot és a cilindert. A fiatalabbak, mint Juranics Lőrinc és István Pif Mál, legyen az ég irgalmas hozzájuk, még a monoklit is föltették. Zrínyi pompásan festett új ruhájában. A mászínű kockás blúzban, csíkos szürke pantallójában és elegáns lakcipőiben kivált, mikor néhány nap múlva kiborotváltatta középütt a szakállát, egy német diplomata külsejével versenyezhetett volna. Bár a kormánytól kapott összeg oroszlán részét ő tartotta meg, az hamar olvadt el kezei közt, mert gavallér módra szórta a pénzt. Az 58 éves főúr, aki egész életét útszolván hadban és férfias kedvtelésekben töltötte, most egy csillogó, elpuhult és élvezeteket hajhászó társadalomba jutván nagy mohósággal merült el a nagyváros és az új világ mulatságaiba, örömeibe, fényüzésébe. Gazdag szeretett volna lenni. Roppant gazdag. Nem hitte már, hogy a pénz pusztán arra való, hogy a harcosok zsoldját fizethesse vele. Maga tett lépéseket a kormánynál birtokainak visszaadása iránt, tanácsot kért, nem lenne jó, ha evéget személyesen menne fel Bécsbe a királyhoz. Az lehetetlen, mondák neki. A birtokok a 10. és a 20. kézen vannak azóta. A király semmit se tehet, hanem mi majd megpróbálunk valamit. A kormánynak mindig könnyű. Megnyomott bizonyos billentyűket, hosszú ujjai vannak a kormánynak. Mire kisvártatva hollandi tőkepénzesek kezdtek mozogni, megalapítva az első magyar földtehermentesítő bank és biztosító intézetet. 20 millió korona alaptőkével, felosztva 100 000 darab 200 koronás részvényre. Az ideja tetszetős volt, és éppen arról a tőről rügyezett és nyílt ki, amelyen a honvéd lovak kikölcsönzése, a kataszteri intézmény és a regálé megváltása, a földbirtokos nemesség fölsegítése volt a fő cél. Az anya is a tékozló fiát szereti legjobban, mert hát a legkedvesebb is.
A földtehermentesítő bank és biztosító intézet alacsonyabb kamatozású kölcsönt ad, illetve ilyenre konvertálja az adósságot, melyet egyúttal életbiztosítással köt össze, és ezt a biztosítást a fél együtt fizeti a jelzálogos kölcsön annuitásával. Mint ahogy Török József hirdeti, nincs többé kopasz fej, éppen úgy lehet hirdetni a népszerű bank prospektusában, nincs többé eladósodott birtok. Micsoda édes jelszó a három halom országában. Pedig valóság, mert a bank akkora tőkére köti meg az életbiztosítást, amilyen az adósság. Minél fogva, ha valamelyik eladósodott tekintetes úr örök nyugalomra hunja be szemeit, tiszta birtokot hagy az utódaira. Gyönyörűen volt ez kigondolva. A kormány megnyomott egy másik billentyűt is, és a hollandusok szeme legott Zrínyi Miklós felé fordult. Ő legyen a bank elnöke. Vonzóbb nevet nem is lehetne találni a középosztály csoportosítására. Most már csak Zrínyit kellett értésíteni. Közéletünk egyik kimagasló alakja vállalkozott Zrínyit informálni. Ez is hazai típus. Más országban ritka, és itt buján terem, mint a szerb tövis. Ha valakinek resteljük a nevét kimondani, hát ráadjuk az ismeretlenség ködéből szőtt ruháját, azt mondjuk, közéletünk egyik kimagasló alakja. Valaki esetleg semmit se csinált a közéletben, de azért az mégis közéletünk kimagasló alakja lehet. Úgyhogy több ismeretlen kimagasló alakunk van, mint ismerős. Ez a sajátszerű benépesítése a hazai közéletnek nagy alakokkal, hát olyan igazi magyar találmány. És legalábbis sikerült annyira, mint egyebütt a mesterséges haltenyésztés. Tehát közéletünk egyik kimagasló alakja fölkereste Zrínyit, és tudatta vele, hogy a bank élére van kiszemelve. Aztán mi az a bank? Kérdez Zrínyi hanyagul. Mire való? Hát, pénzt ad kölcsön, aztán a befolyt kamatokból osztalékot fizet. Azt mi az az osztalék? Az a rész, ami egy részvényre esik. Mi az a részvény? Hát az egy papíros, amit a befizetett összeg fejében kap a részvényes. Nem értem. És mit kell ott nekem csinálnom? Hát üzleteket. Te és az igazgatóság kiadjátok a pénzkölcsönöket jó firmáknak, aztán beszeditek a kamatokkal együtt. Felfortyant erre Zrínyi, és mérgesen csapott az asztalra, hogy táncoltak azon a poharak és mindenféle rajta levő tárgyak. Hiszen ti izmaelitának akartok engem? Egy szót se többet! Megtiltom! De a közélet kimagasló férfia nem olyan könnyen téríthető el céljától, ha valamely megbízást elvállalt. De kérlek, hát igen szép állás, tekintélyes állás. Többet ér, mint a szigetvári kapitányság. Mindegy, nem leszek izmaelita. De látod, Szél Kálmán is, Radó is, Palavicsini őrgróf is, mégse leszek izmaelita. Gondold meg, hogy nem minden nap van ilyen alkalom és ajánlat. Zrínyi szemöldökei összevonódtak, orcimpái dagadni kezdtek, ami a vihar jele. Ostobaság! Szolimán szultán egész Horvátországot felajánlotta nekem. A tűzbe dobtam a levelét. Na vigyázz, hogy veled hasonló ne történjék. A kimagasló alak mosolygott. Tudta, hogy akkora tüzek nem égnek a kályhákban, még télen se, ahol kimagasló férfiakat el lehetne hamvasztani. A kormány segíteni akar rajtad, és némi ingerenciát gyakorolt a dologra. De ha leveszi a kezét rólad, nem tudom, mit csinálsz. Végre is egy ilyen tekintélyes állás. 20 millió. Zrínyi elgondolkozott.
Az már igaz, hogyha a kormány leveszi róla a kezét, nem tudja, mit csinál. És az a 20 millió, hát, az is csinos összeg lehet. Ám bátor, a pénz értéke sokat változott azóta. És nem ott vagyunk már, mint régen, amikor még 5 forinttal küldte el Bécsbe a császárhoz követségbe Budaházi Jánost, és az még vissza is hozott az 5 forintból. Igen, a 20 millió. Kérdé egyszerre csöndesebben. A mi lesz a 20 millióval? Mit gondolsz, mekkora darab birtokot vehetek rajta? Birtokot? Csodálkozott a kimagasló férfő. És az alaptőke lesz, abból fogtok kölcsönözni. Zrínyi felette megütközék ezen. Hát nem az enyém lesz ez a 20 millió? Na persze, nem. Erre meg már aztán éppen egy szót se akart hallani többé az izmálitaságról, kikergette a kimagasló férfiút. Még egy kicsit éheztetni kell az öreget, gondolták az Rinyi barátjai. Majd meg puhul. És csak ugyan nem telt vele 2 hét, az ember hamar simul, nivellálódik. Megismerkedett egy kívánatos szép asszonnyal, aki igen szerette a szép virágokat és a csillogó ékszereket, és egy szép napon maga állt elő azzal a szándékával, hogy elvállalja a bank elnökséget. A bank most már gyorsan megalakult, és az igazgatóságba bekerült Alapi és Patacsics is, a felügyelő bizottságba pedig Juranics Lőrinc, Radován diákot, mint titkárt tartotta meg Zrínyi maga mellett, igen csinos fizetéssel. A kormány, amely nagyban puszírozta az új bankot, nem feledkezett meg Zrínyi többi vitézeiről sem. Istvánfi Pálk kinevezte az országos levéltárhoz, Bajon Jánost az új reneszánsz múzeumhoz tisztnek, Deák Balázsból tanfelügyelő lett, de a miniszter szívére kötötte, hogy tollat a név aláíráson kívül ne fogjon kezébe, nehogy kompromitálja magát, hanem tartson egy jó tolnokot. Dandó Ferenc uram az állami méneseknél nyert kielégítő alkalmazást. A kisebb emberek is majd mind kenyeret kaptak, némelyek kalácsot is. Többeket a közemberek közül Zrínyi tartott meg szolgálatában, kit komornyiknak, kit inasnak, kit huszárnak. Szomorú volt ez a szétszéledés. Majdnem könnyeket sajtolt a Zrínyi szemébe, de hát meg kellett történnie. Nincs többé seregem, sóhajtá. Koldus lettem. De lassan-lassan beletörődött az új helyzetbe, bár folyton érték kisebb-nagyobb kellemetlenségek. Az első mindjárt a bank megalakulása napján, midőn az új igazgatóság tisztelget nála. Egy kis Sánta urat így mutattak be közülük. Zrínyi Mór a biztosítási osztály főnöke. Hogyan? Kiáltott fel megütközéssel. Hiszen a Zrínyek kihaltak, és a Mór név nem is volt szokásos a családban. Ó, kérem! Szólt a kisemberke nyájas vigyorgással, a kezeivel vastag óraláncába kapaszkodva. Én csak fölvettem ezt a nevet. Zrínyi a lábával toppantott, és indulatosan mondta. Hát akkor menjen ki tüstént, és tegye le! De kérem, kérem, gróf úr, én azt belügyminiszteri engedéllyel vettem fel. A bank ügyésze félrevont az Zrínyit az ablakmélyedésbe, hogy ez egészen törvényes eljárás, és nem lehet ellene kifogást emelni. Megcsillapodék egy kissé, de mégis keserűen kifakadt. Azt, hogy a birtokainkat elveszik, ha már nem élünk. Még értem, mert a földet mívelni kell. A föld arra való, hogy az élőknek teremjen. A halottak már nem esznek. De más a holtak sírját felnyitni, és elszedni ékszereiket, neveiket, hogy az élőknek kamatozzanak. Ilyes valamit az én időmben nagyon büntettek, még ha egy gyűrűt lehúzott is valaki a holtak ujjáról, hát még hogy a nevet is elvegye és használja. Igaz, 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 de hagyjuk ezt. Nem jó a kormánnyal kikötni, méltóságos uram. A
A bank különben igen jól indult. Az idea tetszetős volt, a banknak nagy jövőt jósolt a közönség, és a részvényeket, melyeket a hollandus alapítók, kihasználva a kedvező áramlatot, siettek a piacra hozni, roppant felpénzzel kapkodták el. A teljesen befizetett 20 millió korona alaptőkén kívül a részvényeknek 30 forintos felpénzzel való kibocsátásából 250 ezer forint nyereség folyt be, melyet a tartalék alaphoz lehetett csatolni. Mindenek előtt azonban alkalmas épületre lett volna szükség. Ez volt az első teendő. Egyetlen ilyen ház mutatkozott kielégítőnek a banknegyedben, a Nádor utcában, ezt kell vagy megvenni, vagy kibérelni. A bank ügyészét, Szebeni Mihályt és Juranics Lőrincet bízták meg a feladattal. A ház valami Rózer Jánosé volt, ki a Zöldfa utcában lakott egy kis ódonsárga épületben. Eljártak megbízatásukban, és a következő nap referáltak Zrényinek. Na, mi van a házzal? Ott voltunk az öreg Rózernél. Eleinte azt mondta, hogy nem eladó a ház. Később megkérdezte, mit adnánk érte. Mondtuk neki az összeget, a fejét rázta. Ígértünk neki 10 000 forinttal többet. Arra is a fejét rázta. Ígértünk neki a ház kimutatott jövedelmének megfelelő tőkét, az se kellett neki. Erre elmentünk. Egyszer aztán visszahívott a lépcsőkről, és így szólt. Isten neki! Valami jutott eszembe, megkapják a házat, de csak egy föltétellel. No, mi lenne az? Kérdez Rinyi. El sem merem mondani, olyan bolond dolog. Na, csak ki vele? Hát, az a föltétel, mondá nekünk Rózer úr, gróf Zrínyi Miklós leköti magát szerződésben, hogy minden vasárnap nálunk ebédel. Zrínyi nevetett, tetszett neki ez a szamárság. Na, és maguk mit feleltek? Mi azt mondtuk, hogy ilyen föltételt nem fogadhatunk el, inkább adunk 5 000 forinttal többet a házért. És aztán erre ő elvörösödött, és így szólt. Ragaszkodom a föltételhez, inkább adom 5 000 forinttal olcsóbban a házat. No, furcsa ember. Na és? Eljöttünk, nincs alku. Miféle ember ez a Rózer? Szakasztott második szartori pál, felelte Juranics. De a lakásán úri fény van, az előszobában harisnyás inas. Ön se tud róla többet, fiskális. Alig. De megtudhatom, egy ismerősöm jár hozzájuk, egy ezredes. Hogy hívják az ezredest? Bobor. Ah, Bobor, ugye szép felesége van. Csinos asszony. Nagy rassz. Az ügyvéd csettentett a szájával. Az is oda szokott járni? Kérdez Rinyi élénk érdeklődéssel. Nagy barátnék a Rózernéval. Referáljon nekem holnap vagy holnap után erről a családról, fiskális. Harmadnap egy több ívre terjedő munkálatot talált Zrínyi az asztalán. Behívta Radován diákot. Nehezemre esik az olvasás, Radován. Olvast fel ezt a sok ákombákomot. Zrínyi elnyújtózkodott a díványon. Látod, diák, ilyen kényelmes dolgok nem voltak azelőtt. Radován már éppen olvasni akarta az iratot, midőn hirtelen benyitott Alapi Gáspár és Juranics Lőrinc, a két ellentét, a gárda legszebb és legcsúnyább lovagja. Alapi zömök, púpos, szőrrel benőtt ember volt, de szűk koponyájában nagy ész lakott, és azon felül rokoni kötelék fűzte Zrínyihez. Juranics ellenben ez a szép horvát nemes olyan volt, mint egy Apolló, az asszonyok, leányok kedvence. Zrínyi láthatólag megörült, hogy jöttek, mert a rettenthetetlen hős ilyenkor ebéd után azelőtt is, ha végig feküdt medvebőrén, kigombolkozott, pajkos és kedélyes lőn, mint egy jó cimbora. Vagy a hadikalandjait beszélte bugyborékoló vidámsággal, vagy a vadászatait, vagy a szerelmi csínyeit. Csak a fegyver alatt volt rideg és szigorú. Jó, hogy jössz, kiáltál Juranics elé.
A szép asszony jelted magáról. Hát a leány, kérde Juranics kíváncsian. Még nem tudom. Az okos fürkésző alapi közbeszólt. Talán valami kaland, Miklós bácsi. Olyasféle, szólt Zrinyi a bajuszát megpödörintve. Ezek a mostani fehér népek nem olyan szemérmetesek, mint a hajdaniak. Átkozottul szép ördög. S végre is megjártam vele, ha csak ezután nem teszi jóvá. De hát mi volt? Puhatolódzik alapi. Kicsi dolog, de megneveltük. Néhány hét előtt együtt járkáltunk Juranicssal a Zugligetben. Előttünk két nő ment a gyalog úton, hát egyik szebb termetre, mint a másik, mint amellett rögtön fel lehetett ismerni, hogy az egyik fiatal lány. Különben nekem fel se tűntek volna, hanem egyszerre megállottak, és elkezdték a gyepet birizgálni apró cipőikkel, mintha keresnének valamit. Az egyik le is hajolt. Hát, Istenemre, nincs valami szebb gáspár, mint egy ívben meghajló asszonyi test. Vénkecske vagyok, de ezt már nem tudom én se nézni. Kisvártatva megfordultak, felénk jöttek, folyton az utat nézve. Hozzánk érve az idősebb nő megszólított. Nem találtak, kérem, az úton egy aranymeltűt? Nem. A leány pironkodott, úgy tetszék, restelte, hogy a társnéja megszólított. Pedig itt vesztettem el ezen a darab úton, fenn a nagy fánál még megvolt, mondta inkább a társnéjához intézve szavait. Hogy nézett ki a tű? Erre a kérdésemre fölcsillant a reménye, azt hitte mégis mi találtuk meg, s kétkedve fürkészőn nézett a szemem közé. Olyan perzselő volt a szeme, mint a láng. Igazán nem találták meg. Elnevettem magam, mire ő még nagyobb gyanúra kapott. Ugyan, Mari néni, figyelmeztette a leány, ha egyszer azt mondják az urak, Mari néni oda se hallgatott. Nagyon becses ékszerem volt a megboldogult uramtól való. Megtetszett nekem a tréfa, de a menyecske is, és elkezdtem vele évődni. És ugyan mit adna nekem, ha megtaláltam volna? Mit kíván, uram? Kérdé ő. Félig mosolygott, félig bosszankodott, de most már biztosra vette, hogy az ékszer nálam van. Mi pedig ezen a tituluson nagy beszélgetésbe bonyolódhattunk velük, kötekedve és tréfálkozva, kivált Juranics csapta erősen a levet a kisasszony körül. Becses kis kutya volt, sóhajtott Juranics. Bárcsak láthatnám még egyszer. No, hát mi lett a vége? Sürgeti alapi. Semmi, folytatta Zrinyi. Az ékszert nem találtuk meg, hát vissza nem adhattam. De a révén megismerkedtünk, és a hölgyek, ahogy most nevezik a fehér népet, miután hiába kerestük az úton még egy darabig a tűt, megkértek, mutassuk meg nekik az utat Laszlovszkijig, ahol a kocsijukat hagyták. De egyikünk se tudta, hol van a Laszlovszki. Önök úgy látszik idegenek, vélte a szép asszony, hogy nem ismerik a Zugligetet. Én ismerem, csak a Laszlovszkit nem tudom. Hogy lehet az? Mert mikor én még utoljára itt jártam, akkor a Laszlovszki nem volt még. Az lehetetlen, hisz a Laszlovszki van, vagy 100 esztendős. Ja, de én 300 év előtt jártam itt utoljára. A szép asszony a legyezőjével ráütött a kezemre. Menjen maga csúf, ember mindig bolondozik. Becsületemre mondom. Erre egyszerre összerezzent és rám nézett. Ön talán... Igen, én vagyok Zrinyi Miklós, és ez itt Juranics Lőrinc hadnagy. Én is katona asszony vagyok, Bobor ezredesné. És most már nem sajnálom a tűmet, mert megismertem önt, akiért annyit rajongtam, amíg a történelem lapjain élt. És most, ugyan menjen, elpirult, a szemeit lesütötte. Hát mit mondjak?
ajkára illesztette két rózsás ujját, és a hamis szemeinek egyikével felém kacsintott, a másikkal a leányra mutatott, mintha mondaná, látja, hogy semmit sem mondhatok emiatt a leány miatt. Erre aztán elváltunk, egy arra menő sváb asszony megmutatta nekik a Laszlovszky irányát. Ők rézsút csaptak át a rostábla mellett, mi pedig előre mentünk a gyalogúton, és a dolog egészen ennyiben maradt volna, ha egyszer csak meg nem roppan valami a talpam alatt a fűben. Oda nézek, hát az aranymeltű volt. Hanem biz az út szétmorzsolódott és összelapult az én léptem alatt, amikő gyöngy volt rajta, mint a kalapáccsal törte volna szét valaki. Már most mit csináljak? A tűt nem küldhetem el neki így. Elvittem egy ékszerészhez, és a régi tű fundamentumára rácsináltattam egy nagy gyémántot. Igazni, te fizetted ki, Radován, mibe került? Éppen 1000 forint volt. Nos, amikor elkészült a Radován diák, elvitte neki, megtudta a lakását a rendőrségnél. És hát elfogadta is egy piros szegfű. Oda nézek, hát az aranymeltű volt. Hanem biz az út szétmorzsolódott és összelapult az én léptem alatt, amikő gyöngy volt rajta, mint a kalapáccsal törte volna szét valaki. Már most mit csináljak? A tűt nem küldhetem el neki így. Elvittem egy ékszerészhez, és a régi tű fundamentumára rácsináltattam egy nagy gyémántot. Igazni, te fizetted ki, Radován, mibe került? Éppen 1000 forint volt. Nos, amikor elkészült a Radován diák, elvitte neki, megtudta a lakását a rendőrségnél. És hát elfogadta is egy piros szegfűt küldött vissza. Ej, Miklós bácsi, fenyegette meg alapi fejcsóválva. Nem hittem, hogy olyan kalafaktor. Ja, fiam, nevetett Zrínyi Miklós. Gonosz az ember, ameddig meleg. És végre, ha vár nincs az ostromhoz, az asszony is jó. Mindent összevéve azonban cudarul felsültem. Hogy? A menyecske ura egy nyugalmazott vén ezredes halálra félti. Hála Istennek, mondta alapi önkéntelenül. Irigy kutya vagy, alapi, körmet rá Zrínyi. De még nem reménytelen a dolog, biztosítlak. Az asszonyok sokat romlottak azóta. Mit nevetsz, Juranics? Azt akarod mondani, bestelérek, hogy már akkor is rosszak voltak? Na mindegy. Egy aranyos asszonyi hajszálat látok keresztbe fektetve az utamom. Olvasd csak, Radován diák, azt a paksamétát. Radován bólintott fejével és olvasta fennhangon a következőket.